Egy, A keresztirányú méreteihez képest hosszú csavarrugón egy körhagyó segítségével hozzunk létre álló hullámot. Ekkor a csavarrugó minden pontja körmozgást fog végezni. A hat fél hullám harmadik csomópontjánál helyezzünk el fixen egy rést, amely éppen a rugóval megegyező szélességű. A vízszintesen tartott réstől jobbra eső tartományban megfigyelhetjük, hogy a rugó csak vízszintességben rezeg, vagyis síkban poláros hullámot hoztunk létre két csomó ponttal jobbra is helyezzünk el egy vízszintesen tartott rést, egy második polarizátort, majd az egyiket fordítsuk függőleges helyzetűre. Ekkor a második résztől jobbra eső tartomány nyugalomba kerül, sem függőleges, sem vízszintességben nem rezeg a rugó. A keresztezett polarizátorokkal kioltottuk a hullámot a rugó ezen tartományában.